Üdvözlünk a Bandák csatájában! Kedvenc előadóitokat és zenekaraitok tagjait egy társasjátékos interjúra hívtuk a nappalinkba. A műsorban próbára tesszük ügyességüket, humorérzéküket és a szereplők egy új oldalát, valamint eddig nem hallott történeteit is megismerhetjük. Íme mai résztvevőink! Játékosainkat két csapatra osztottuk, akik felváltva építik az óriás Jenga tornyot, melynek minden darabján egy jelölés található. A jelölések különböző témájú és pontszámú kérdésekhez, vagy a csapatok popkulturális párbajához, illetve nehezítéshez vezetnek. A cél minél több kérdés megválaszolása anélkül, hogy a torony leborulna. Lássuk, ki nyeri a bandák csatáját! Kezdődjék a játék! Például már az kicsit megszivattam magamat őszintén szólva, így a magasságok szempontjából. Hát nálam már nincsenek ilyen dolog, mert amit a Gabi néni nem szeret, azt nem játszom. Hát te vagy a főnök a van. Persze, te is. Gyerekek, nyomassak egy hármast. Na, tényleg hármas. Elkomsztam. Nem vagyok fönn a Facebookon. Egy folytában? Tehát így 0-24? Nem. Ha én szabhatom meg, hogy mikor, akkor igen. Nem, szerintem nem. Talán olyan volt, hogy így meghatódtam, vagy elérzékenyültem, vagy talán szerepből lehet, hogy volt valami sírás közel ilyen, de effektív olyan, hogy így tényleg nem tudtam kontrollálni, és így jött a bőg, és olyan nem volt sose. Hát nekem volt. De hát most miért én mondjam, hogy a legcikisztőbb? De ez nem cikikről. Nekem megjelent az exem egy koncertünk után, szakítás után egy héttel, és pont azt a dalt kezdtük, ahol a gitárral így és mondta, hogy akkor nyomos szoktam. Nem vagyok az a típusú énekes, aki felmegy és így nagyon-nagyon elő tudja adni magát, hanem én jobban szeretek egy helyben állni, éppen ki egy kis kezet belevinni, és semmi többet, úgyhogy igen, igyekszem. Nekem is abszolút ösztönös példám, meg én szoktam koncertek előtt nézni élő koncertek is, és abból inspirálok, motivációt gyűjtök mindenki, és utána ösztönös ilyenek a dolgok, és ami bennem maradt ugye a videók által, az a hív, ugye, mint hiszem magam a színpadra. Nem előre találom ki, nem unatkozom néha, hogy túl sokat játszanak a fiúk, úgyhogy nem. Csak kéne valamit. De ezt megtervezni szerintem, hogy nem lehet egy ilyen stílusúban, mint a miénk. Tehát ott borulás van. Hagyilag. Mondjuk olyan van, hogy visszanézek egy koncertet, amin énekeltem, és nézem, na ezt nem fogom. Böske, Erzsike, tehát nem, igen, nagyon az összes becenevét utána nevennek, Böbével majd úgy jobban vagyok. Jönnek a Erzsóka, Enzsóka, nem? Nem, de hogy is. Most a legjobb, hogy így nem. Fú, ezzel nem így szoktak szivatni, szóval... Nekem mondod? Én, ez messzél. Vagyok. Hát jó, mint a Böske, hogy a Böske. De amúgy nekem is ez van, hogy Dalma, és anya direkt azért adta ezt a nevet, hogy ne lehessen becézni. Dalmikám, Dalmácsikám, Dalmiskám, és mindenki így Dalmi. Ez a legrosszabb.
és ilyen dalma, ilyen nézve, férfias, és ilyen sikerült magam kihozni valamit, aztán... Mm.
nem ilyen mindennapos dolog lesz, hogy közös fotót kell neki, hogy valaki szeret. Ja, ne erre, mit veled, nem? Ja. Mindjárt mondom. Nem, UFO! Van ez a kis vegán csaj, ez az Ariana Grande van. Figyelj bőbe! Nézzük meg! Én nagyon nem vagyok. Német. Német. Kénytelen vagyok. Muszáj. Én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én furcsálom a saját magam hangját. Hiába énekelek, mindig furcsa visszahallani, úgyhogy ha el lehet kerülni, akkor elkerülöm. Szívünkből szólsz. Nekem van egy ilyen szokásom, hogy amikor mondjuk elküldöm vagy családtagoknak, vagy barátoknak, akkor így meghallgatom még egyszer, és így átézem, hogy ő van. Abszolút, igen. Ezt egy fontos lépésnek tartom, hogy koncertek előtt, meg soundcheckek előtt, meg őket is szeretném így, tehát szeretném ugye nevüket, meg minden, és jól kommunikálni velük. Hordásnak lehet nevezni, hogy felrajzolom a szemet a kezemre. De hát ez nem olyan. Tehát ez egy ilyen hopárim van, hogy rajzolok egy szemet a tenyeremre, az olyan jól néz ki, hogy ilyen más. De egyébként ez egy tök hülye szituból jött, hogy hát nagyon szeretem az Anathema zenekart, és nekik van az egyik klipjükre egy olyan, vagy az egyik számukra egy olyan klip, ami egy ilyen furi filmből van, ez a Faust labirintusa. Ja, és ott egy gyerekevőszörny, tehát most így tök jó így elmondom, de annyira jól nézett, hogy ezt csináljon! És úgy kereste a gyereket. És úgy kereste a gyereket, mert nem volt neki itt a szem, és ihetett, hanem aki kivette a kis kávéscsészéből, berakta az egyiket, és úgy kereste. És annyira tetszett, és tök jól mutat. És aztán így a logónk is lett, tehát így már most ezzel azonosítanak minket. De egyébként így elviszem a hajam, az arcom, de nincsen ilyen babonám, ez már csak ilyen villanyszokás. Igazából az én zeneimnek a stílusát se tudom pontosan behatárolni. Igazából metal, nem? Mondjuk rock. Én elektronikus zenét. Mondjuk igen. Ilyen buzz-buzz, vagy nem tudom, buzz-buzz-gáz-gáz szemben. Járőket imádom például. Én énekeltem DJ-knek egy időben, rengeteget, és én annyira szerettem, hogy az a hangszín. Más meg, hogy angolul. Tehát én nagyon szeretem, hogy magyarul nyomjuk a zenekarra, de tök más, hogy énekel az ember angolul, olyan jó. Hard Day's Night. Ez lett volna a kérdésem. Ringo Starr. Afrika! Nyomtatok! Thank you.
Ez a kedvenc szám. Rolling Stones. Így van. Így van. Basszus. Nem asztrológia, vagy valami ilyesmi? Vagy nem asztrológia.